Köszöntöm nézőinket, ez az Edzésben a Riporter, melyben ma is beleshetnek a kulisszák mögé. A műsor első felében a Pécsi Darts Klubot mutatjuk be önöknek, természetesen úgy, hogy én is csatlakozom az egyik edzésükhöz. Ezután folytatódik az érdekes szakmákat bemutató sorozatunk, melyben egy igazi cserépkályhás műhelyben látogathatnak majd el. Tartsanak velünk ma is! Hatban gondolkodtunk azon, hogy kívánunk a Fordamból és egy önálló darts klubot alakítunk. Ezt sikeresen véghez is vittük, egyre komolyabb létszámmal, és hála Istennek egyre lelkesebb, úgymond dárcosokat tudunk bevonni a klubba, és hát ez folyamatosan fejlődünk, és kifejezetten stíl szakágra próbálunk koncentrálni, amit ugye itt láthatunk a helyszínen is. Készültünk neked egy ilyen kis gyakorló nyílszettel. Ez egy elég úgymond alap nyilak. Ezek általában így ismerkedni a sporttal arra szokták megvenni. Ez egy kis résztest, kis részszár, vagy alumínium szár, és azon egy kis toll. Amikor már valaki egy kicsit komolyabb majd megy, azok már beszereznek egy komolyabb nyilat, ami általában ötvözött nyilak, ez például egy tungsten ötvözetű nyíl. 95%-os az annyit jelent, hogy nagyon kemény. Most ez a vékony nyíl, ez 23 grammos, ellentétben ugye ezzel a nyíllal, ami 14. Ti is próbáljátok meg párba állni, és akkor megcsinálunk egy-két úgymond bemelegítő feladatot. Akinek nagyon jól megy, az tudja nagyon a Shanghai, az próbálja meg azt megcsinálni, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, megyünk körbe a táblára, és próbálj meg arra koncentrálni, hogy mind a három nyíl a helyén legyen. Szilveszterre jó lesz. Nem, vagy még van kettő nyíl, és akkor... Jó, csak ez annyira béna volt, hogy ezt föl kellett vennem, tehát... Na, ez már a mai nap második triplója. Teljesen jó. Szerintem nagyon sok sikerélmény tart, tehát ez bármikor el lehet kezdeni, bármilyen korban, teljesen nem számít. És sok gyakorlással nagyon hamar nagyon jó eredményeket lehet elérni, meg hát nagyon jó a társaság, tehát ez sem utolsó. Sokat utazunk, már ezért is. Olyanok vagyunk, mint egy nagy család, szóval szerintem már ezért is megéri. Igazából még katonák kezdték el játszani, nagy unalmukban nem tudtak mit csinálni, nem volt csata, tél volt, mindent mit csináltak, ledördelték a nyílveszőket, lejjebb rakták a tollakat, hogy ugye kiegyensúlyozottabb legyen az a kis nyíl, amivel dobnak, ezért is mai napig is darts nyíl a neve ennek a dobóeszköznek, és így kezdték el ezt a sportot, és lám hova fejlődött ki, Anglia, Hollandia, Luxemburg, ez elég komoly darts hatalma. Régen ezt angolok, ugye bennzárt helyen, kocsmába őzték ezt a sportot, és hát vitatkoztak, hogy hát mégis milyen távolságról kelljen dobni. És kitalálták azt, hogy leraknak 4 darab angol sörös hordót. És ennek az angol sörös hordónak a hossza teljesen megegyezett ezzel a 237-tel, nem volt vita. Mert Angliába bárhol mentek, Londontól kezdve, ezeket mindig ez volt a mérce. Kirakták a 4 darab sörös hordót, és az mellől dobáltak, és innen maradt meg ez a 237 centi.
afrikai szizárkendernek a ez egy fűfajta, és lehet látni ilyen kis mély kaptárszerű anyagokat, vagy ilyen kis varratokat benne. Ez igazából eredetileg egy ilyen nagy kör, és azok vannak egy yen fém keretbe bele préselve. Akkor elkezdik préselni, belerakják, ráhúzzák a másikat, és ezzel a fém kerettel még összepréselik, és ezért van az, hogy ez egy elég tartós és elég úgy mondom kemény, de mégis belemegy a nyílhegy, és ha mellé megy a másik nyílhegy, akkor az azonnal betömíti az előzőnket. Egyébként ez szabvány? Tehát a világbajnokságot is ilyen táblán? Például a VDF-nek a világbajnokságát ugyanilyen Blade 3-as táblán rendezik meg. Nem régóta sikerült beszereznem egy táblát, úgyhogy most próbálok fejlődni. Otthon is gyakorolsz? Otthon is dobálgatok, így egy pár órát naponta, ahogy összejön és van idő. Ez a pár óra konkrétan mit jelent így hétközben? Gondolom, én tanulsz még suliban? Tanulok, igen, egyetemre járok, van amikor fél óra, van amikor egy óra, van amikor több, ahogy van időm. Versenyekkel? És a haverokkal összejövünk, és akkor dobálgatunk. Versenyekkel mi a helyzet? Voltál már valami nagyobb megmérettetésen? Voltam. Tavaly amatőr versenyeken indultam, több kevesebb sikerrel, volt egy-két második helyem. Aztán most kiváltottam a versenykártyát, és akkor majd igyekszek komolyabban foglalkozni vele. Milyen erőt képviselnek a magyar dárcosok a nemzetközi elithez képest? Hát az én azt hát a szoftákban nagyon jók. Szoftákban a magyar dártosok nagyon jók, de most már nagyon törekednek fölfele a stíli szakákban is. Egyre jobb eredményeket érnek el, nagyon sok pesti játékos játszik, aki tényleg nagyon jó szinten játszik, és hát a vidék is kezd fölfele csatlakozni hozzá. Azt nem lehet mondani, hogy gyerekcipőben járna ez a sportágnál, hiszen Magyarországon már közel 1000 igazolt játékos van, és ahogy hallhatták ma már többször is, aki jó dárc játékos szeretne lenni, annak nem kell más tennie, mint gyakorolni, gyakorolni és gyakorolni. A folytatásban tehát egy érdekes szakmát mutatunk be önöknek. Az elmúlt napokban Kőhegyi Antal cserépkályhás mesterhez látogattunk el, aki igaz, hogy már nyugdíjas, de még mindig megszállottja a cserépkályháknak, jelenleg hobbiszerűen űzi a szakmát. Akkor biztos ezekben a nagy téli hidegekben önök is jó néhányszor odabújtak. Mindeközben elgondolkoztak azon, hogy hogyan készül egy ilyen kályha. Ma Kőhegyi Antal cserépkályhás mesternél pontosan ennek fogunk utána járni, ugyanis az ő műhelyébe kapogtattunk be. Jártam, mivel a Vigan József volt a osztálytársam, és ott játszadoztunk. És láttam, hogy gyártják, és megfogott. 85-ben mestervizsgáztam Budapesten. Hát ennyit tudok így mondani, dióhéjba. Nyilván rengeteg sok cserépkányhát elkészített már. Van-e olyan, amire a legbüszkébb ezek közül? Hát részt vettem 95-ben Somogy megyébe kutason, Kozma pusztai Hertelendi kastélynak a felújításába,
és ott az én munkáim vannak a háromféle stílusba beépítve. A mai modern világban mennyire van igény ezekre a cserépkályhákra? Hát én úgy érzem, hogy egyre jobban. A gázárak elviszik nagyon az iránt, hogy elgondolkodnak az emberek, meg az alternatív fűtés, hogy mindenki azért elgondolkodik azon, hogy bármi történhet, teszem fel áramkimaradás, azért valami fűtési berendezés legyen a lakásba. És azért látványnak se utolsó? Nem, egy utolsó darab gyakorlatilag. A következő percekben megtudjuk, hogy hogyan készül egy ilyen kályha, és most úgy látom, hogy a legelején járunk ennek a folyamatnak. Ez tulajdonképpen az alapanyag, amiből, ha jól igen, készül egy olyan kályha. Gyakorlatilag itt az ember egy szeletet leszel, és behelyezi a gipszmintába. Behelyezem a gipszmintába, és kézi döngöléssel bedöngölöm. Amit most beletettük ebbe a mintába, ez mi is egészen pontosan? Ez milyen anyag? Ez samottos anyag. Gyakorlatilag a kályha csempék ebből készülnek. Jó, a hőterhelés, magas hőterhelést elbírnak, és a jó meleg tartósítása. Szóval sokáig tárolják a meleget. Mindenki ilyen anyagból dolgozik? Vagy... Hát legtöbb rész, legtöbben igen. És a további folyamat az hogy néz ki? Tehát ez hogy ezt döngöléssel bedöngölöm, igen. És akkor az eredményt pedig ott meg tudom mutatni, hogy... Nézzük meg. Ez lesz majd belőle. Igen. És akkor ez egy pici apró része tulajdonképpen a cserépkályhának. Így van. Most ez még nyers állapotban van. Lassú szárítás kell. Mikor már kifehérszik az anyag, akkor lehet meggyorsítani a szárítási folyamatot. De a lassú szárítás után még ki kell ütögetni, hogy egyenes maradjon. Időben ez mennyi időt vesz? Hát egy hét körülbelül. Mikor már ki van száradva, félig ki van száradva, akkor pedig itt meg tudom gyorsítani a száradási folyamatot. Hány ilyen kis kocka kell egy cserépkályhához? Hát ez attól függ, ugye mekkora a kályha, de általában olyan 120 ellenből áll egy kályha. És akkor innen a kemencébe kerül, mikor ki van teljesen száradva. Behelyezem a kemencébe. Két sorba szoktam égetni. Két égetés van, az első égetés az, mikor kizsengéli az ember 1000 fok körül, és a második égetés, mikor már lemázazza, akkor viszont a máz hőfokának megfelelő hőmérséklettel. Általában olyan 1020 és 1100 fok között. Ez a kemencés egyben saját gyártású? Nem. Ez nem saját. Oké, és hogyha itt elkészül megfelelő szintre a cserép, akkor mi a következő mozzanat? A következő mozzanat az, hogy vannak védőélek, azoknak a levágása, csempe átnézése, hogy gyakorlatilag nincs és elejt közt, és akkor utána lehet építeni. Folytatásban egy már kiégetett csempe, ugye? Igen. Ez a színéből is látszik, hogy már... Igen. És a minősége akkor jó, mikor igen, így. Ez a... Mind a harangúgy kong. Igen. Akkor nincs benne repedés. Csak megfogom a súlyra, azért ez elég szép. Hogy, de jön 3 kiló. Tehát akkor ez a... Ez egy szecessziós kályhának, gyakorlatilag a csempét mutattam, ez a tornya, ez a legfőső dísze. Hát ehhez már nem is tudom, ez milyen, ez hogy kell megcsinálni, mert ez nem ilyen mintában van benne, ez a része. Hát tehát de mintában speciális... van, de ügyes kezek kellene. Igen, azért van, hogy itt egyéb ügyességre is szükség igen. van. Nagyon szép, és ez is. És ugye ez most mázazás előtti, olyan mázat teszünk rá, amilyen a megrendelő milyen kér. Típusú
mázak vannak. Hát áldába fazekas mázakkal. Színben egyébként mindegy. Mi a leggyakoribb? Hát, teljesen változó? Gyakorlatilag most a világos szín, ami legkedveltebb a pasztel színek. Közelmúltban jártunk Lederer Vilmos kárpitos mesternél, igen. És ő félig viccesen megjegyezte azt, hogy neki két nagy öröme van, amikor hozzák és amikor viszik a bútort. Ön, hogy van ezzel a munkával? Hát, gyakorlatilag én is hasonlóképpen vagyok, mert mikor leszállítom az anyagot, vagy elkezdek dolgozni, örülnek, és mikor megyek el, akkor is örülnek, mert gyakorlatilag meleget hagyok magam után, mert hasznos, amit, úgy gondolom hasznos, amit csinálok. Látok a képeken is, és azért itt is látok a mintákból, hogy óriási nagy kreativitást igényel. Mert ahány cserépkája tulajdonképpen annyi fajta. Igen, mondhatni. Én nekem szenvedélyem a cserépkája, gyakorlatilag, meg a kertészet, ez a kettő. Le van súlyozva. Tehát akkor most itt a száradás történik maga ennek a résznél. Ez így olyan nyáron hamarabb idő alatt megszárad, de egy télen az a két hét körülbelül még itt szárad. Hát és akkor ezekből kell, gondolom én, jó néhány darabot legyártani, hogy meg legyen az a mennyiség, amiből igen, hát gyakorlatilag egy cserépkályha olyan 100-120 darabból áll. Tegyük fel, hogy megszáradtak és teljesen további munkára készen állnak ezek a cserépkályha darabok, utána hogyan rakja össze ezeket? Ha kész a csempe, akkor hát a helyszínen a lábazat kirakásával indul el, a lábazat megvan, akkor a hamutér építése, tűztér építése és a járatrendszer elkezdése. Az mennyi időt vesz igénybe beépíteni egy ilyen cserépkályha? Általában 2-3 nap. Két-három nap alatt megvan? Két-három nap alatt. Nem is októbbre számított. Ha nagyobb, akkor esetleg 4 nap, de egy 3 nap alatt két ember meg tudja csinálni. Szállítás egyébként, ez hogy működik? Hát azt megbeszélés. Vagy én szállítom le, vagy a fél. Ez teljesen megbeszélés dolga. Csak azért kérdezem, azért törékeny dolgokról van szó, tehát nem egy be van csomagolva, be van ládázva. Az edzésben a riporter észrevételeiket, javaslataikat a képernyőn látható e-mail címre küldjék. Jövő héten ugyanebben az időben várom Önöket, akkor természetesen egy másik sportágban próbálom ki magamat, és kameráinknak köszönhetően újabb kulisszatitkokra derül majd fény. Viszontlátásra!